Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai beszélgetésünk rendhagyó lesz, hiszen így karácsony tájéken, advent idején azt gondolom, hogy a mélységek, az agrárgazdaság mélységeit most nem fogjuk kutatni. Sokkal inkább megbeszéljük, hogy mit jelent ma agrárgazdának lenni a mezőföldön, Magyarországon, ezt sokkal fontosabbnak tartjuk, vendégem pedig ennek tükrében is, Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztésért és állattenyésztért felelős alelnöke. Szép jó estét mindenkinek! Nos, tehát az elmúlt időszakban azért Györfi Balázzsal, a országgyűlési képviselő, a kamara elnökével, illetve sok mindenki mással is kutattuk a mélységeket, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, hiszen a kapreformtól kezdve nagyon sok minden tennivalója van a gazdáknak, illetve az irányításban, a segítésben résztvevőknek. Most azonban eljött az ideje, hogy egy kicsit beszéljünk tényleg arról, hogy milyen a magyar agrárgazdaság, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a mindennapjaink egyik legfontosabb témája mindig, hogy ugye a mezőföld szívében élünk, hogy vedd a hazait, védd a hazait, helyét eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem, illetve a harmadik szlogen, hogy a paraszt Magyarországon és főleg a mezőföldön ne legyen szitokszó. Ez így igaz. Én azt szoktam mondani, hogy a agráriumba való tevékenykedés, gazdálkodás, legyen az növénytermesztés, legyen állattenyésztés, a világ legszebb dolga. Állattenyésztőnek lenni az hasonlótosan művészethez, hiszen ha megnézünk egy tejelő marhát, de bármilyen más tenyészállatot is, abban látni kell az állattenyésztőnek a jövőt, látni kell, hogy pár nemzedéken keresztül majd mivé fogja formálni. Ezt hasonlatosnak tartom kreativitás tekintetében, mint mikor valaki egy kőszoborba megálmodja a művet, ne csak a Pietát mondjuk, de bármelyiket, másikat is, hiszen ehhez kell szakmai tapasztalat, kreativitás, kell bizonyos érzék és önállóság, hiszen ezt ő önállóan dönti el, hogy mivé váljon egy tenyészállat, ami hasznára van, amit nyilvánvaló később a húsát tekintve beltartalomba, minőségbe, és hát különös nyomon követhetőségbe majd a vevő asztalára tud tenni. És hogy hol áll a gazda ember? Erre egy nagyon érdekes történetet tudok elmesélni, amikor hát jó pár évvel ezelőtt a Washington DC metró vonalnak egyik állomásán, egyik ködös, hűvös reggelen megállt egy hegedűs, elővette a hegedűjét, Bach darabokat játszott 45 percen keresztül. Hát először nézték páran, különösen a gyerekek voltak fogékonyak rá, de hát valamennyit ugye iskolába, óvodába sietve elhúzta a szülője, legfeljebb vissza-vissza kandikált, pár percen belül megkapta az első dollárját. Lényeg az, hogy 45 perc után, mikor befejezte, akkor 30-valahány dollár jött össze, mint egy 20 embertől, és 5 perc múlva már senki nem emlékezett arra, hogy ott valaki is zenélt. És aki zenélt, az nem volt más, mint Joshua Bell, a világ egyik leghíresebb hegedűse, a több milliót érő Stradivariával, és a legkevesebb színházjegy is az előző alkalommal Bostonban az 100 dollár körül mozgott. És mivel ez egy pszichológiai kísérlet volt, azt tették föl, hogy vajon életünk során mi minden mellett megyünk el, aminek nem jó alkalomkor, nem jó időben nem ismerjük fel az értékét. És ezt szoktam elmondani, akkor úgy fogalmazok, hogy a gazdának a vidéken oszlopos értéke van. És egy kicsit gondoljunk csak bele, hogy mi minden mellett megyünk el a gazda tekintetébe, holott a gazda, a vidék nem csak megteremtője, nem csak ellátója, hanem oszlopos tagja. És nézzük meg sorba. A
óvodába, majd az iskolába, már nagyon örülnek, amikor a gazda gyermeke azt a kort eléri. Már várják, végre itt vagy, végre a szülői közösségnek a tagja tudsz lenni, végre segíteni tudod az iskolát. Nagyon sok mindenbe. Igen. És a gazdák, legyünk őszinték, nagyon sok mindenbe segítik. Ha csak annyiba, aki nem teheti meg, hogy kiviszi a gyerekeket a gazdaságába, megmutatja az állatokat, de ennél sokkal-sokkal több iskolai rendezvények, adományok, független attól, hogy iskolás-e a gyermek, vagy nem, mert az később is megmarad. Igen. És akkor nézzük az önkormányzatokat. Hát egy falusi településen, hát nyilván, hogy megkeresi a polgármester a gazdát, és azt mondja, hát neked benne kell lenni a falu vezetőségébe. Hát nyilvánvaló választásokon indulnod kell. Nyilván, hogy itt a helyed. És a gazda ember sokszor még évfélekig is a falu jövőjéről tanácskozik, pénzügyeiről és egyébről, majd másnap reggel megy megetetni az állatot. Tehát korán sem titok, bocsásson meg, hogy közbevágok, hogy ugye az Agrárinfo nézettsége megfelelő, mondom én, ugyanakkor számomra abszolút megerősítést jelent, hogy itt a Mezőföldön, tehát Fejér megyében 14 olyan település van, ahol a gazdák összejönnek, függetlenül attól, hogy most nemzeti a kamarai tagok, vagy magosztag, fiatalok vagy kevésbé fiatalok, művelődési házakban, vendéglők külön termében nézik az adást, mert ők egyébként is összetartóak. Tehát itt arról van szó, hogy a gazdatársadalom mindig is összetartó volt, és a legtöbbjük, mert van szerencsém ismerni a zömét személyesen is, a legtöbbjük már a nagyapáktól, a ükkapáktól kapta meg azt a lehetőséget és azt a szándékot, hogy belőle agrárgazda lehessen. Nyilván, hogy más szinten, de azért azt tudomásul kell venni, mert hogy járjuk a megyét, mi magunk is, nagyon jó körülnézni Fejér megyében. Tehát olyan gazdatársaságok vannak, olyan különböző kis vagy nagy cégek a mezőgazdaságban, akik széppé teszik nekünk a Mezőföldet. És ez igenis az elődöknek köszönhető, és hát nyilvánvaló, hogy azoknak, akik mindent megtettek azért, hogy ezt tudják folytatni. És annak a hitnek, amit a jelenlevők, vagy majd az utánunk következők, és már gyermekkorban is az információt átvevők éreznek a mezőgazdaság iránt, hiszen a szülők mellett tapasztalják azt meg, hogy milyen egy tavaszi zápor után az illata a földnek. Azután tapasztalják meg, hogy milyen az, amikor megszületik a borjú, a malac, bármilyen haszonállat. Mert ez felemelő érzés. Nem az a rengeteg munka, ami ezzel van, mert nyilvánvalóan ez is vele jár, de az a szépség, ami gyakorlatilag az agráriumba, és ezen belül a mindennapokba leledzik. Fejér megye és Fejér megye gazdák, hát nekem nem kell mondani, hogy Fejér megyébe élek, egyszerűen páratlanok. Páratlanok azzal a szakma szeretettel, amire mindig azt szoktam mondani, hogy számukra ez nem csak szakma, nem csak hivatás, ez egy életforma. Ez egy életforma, amit előbb is említettem, benne él abba a közösségbe, ahol gazdálkodik, és építi azt a közösséget. És igenis fontos számára, hogy a gazdasága is növekedjen és gyarapodjék. És bizony, hát nehéz időket is figyelembe véve, azért ma is mezőgazdálkodni alázatot parancsol. 0-tól 24 óráig tart. Ez így van, így van. Abszolút, abszolút így van. De mit kell tennünk azért? És ez jelenformáló munka ma is. Tettünk érte, de mit kell tennünk a továbbiakban azért, hogy a vidék-város ellentét az ne kristályosodjék ki a fiatalok gondolatvilágában. Gondolok itt elsősorban arra, nagyon is jól tudjuk, hogy a tetszik, nem tetszik, a vidéki az mindig paraszt marad bizonyos helyeken és módokon. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ez már réges-régen nem így van. Hiszen egyre inkább nő az agglomerációs övezet,
és mindenki szeretne kicsi kertet magának, ami már az alapja mindannak, amit megtanult, vagy éppenséggel újra megtanult a nagyszülők nyomán. Tehát saját kertet szeretne, kicsi fácskát, szedni a gyümölcsöt, és így tovább, és így tovább. Ennek ellenére azért most is van városvidék ellentét. Kevésbé, mint Nyugat-Európába, és kevésbé, mint a világ más városaiba. Ha megnézzük azt, hogy 1 millió fölötti városok száma már lassan eléri az 1000-et a világba, és ez nyilvánvaló több, mint 1 milliárd ember, sőt, mi több, ugye, ha csak az 1 millióval, tehát 1 milliós létszámmal számolunk, de hát 10-20-30 milliós városok is vannak sajnálatos módon. Tehát nyilvánvaló, hogy a városba lakás az tömegessé vált. Na de itt nem a Fehérvárra gondolok. Fehérvár a maga 100 000 körüli lakosával, hát egy élhető város. Tehát a fehérváriak gondolkodása Fejér megyén belül semmiképpen nem az az attitűd, amivel más nyugati nagyvárosokba rendelkeznek, bocsánat a szóhasználati, a tornacipős emberek, most itt nem csak fiatalokra, bárkire gondolok, akik megnéznek egy Attenborough filmet, és utána képesek, szabadítsuk ki Willis szisztémára, oda menni egy szarvasmarha telepre, elengedni a marhákat, mert hát annak ott nagyon rossz helye van. Na de neki fogalma sincs, hogy most minek van rossz helye, vagy jó helye, hanem ők néha meg akarják mutatni és mondani, hogy mi az, hogy környezetvédelem, meg akarják mutatni a gazdának azt, hogy hogyan kellene gazdálkodni, úgyhogy nincs róluk információk. És az a baj, és ez azért nagyon elgondolkodtató, hogy én is itt több műsorban elmondtam, hogy Magyarország zöld, ugye a vegyszer kilogramm per hektár kiszórásától kezdve a műtrágyáig, még Ausztrinál is zöldebbek vagyunk bizonyos dolgokba, és ez Brüsszelbe teljesen süket fülekre talál. Tehát meg kell majd változtatnunk a gondolkodásunkat abba, hogy nem elég zöldnek lennünk, hanem ezt híresztelnünk és zöldnek is kell látszanunk. Tehát az elkövetkező kapreform, itt volt erről is szó, bizony ezekről is fog szólni, hogy meg kell értetnünk a városi emberekkel, hogy nem környezetrombolóak vagyunk, nem klíma ellenségek vagyunk, hanem klímabarátok vagyunk, és az emberek élelmiszeréért küzdünk, mert egyéb körülmények között, hogyha a szélsőségesebb zöld gondolatok mennek, akkor bizony annak energiaáremelés, műtrágyaáremelés, sok minden a következménye, majd élelmiszeráremelés, még akkor is, hogyha ugye az később szokott begyűrűzni, és bizony sok gazdát meglehetősen nehéz helyzetbe hoz, és hozott is jelenleg ugye a takarmány ár emelkedés, de bizony ezt azért mondjuk ki, hogy ez bizonyos szélsőségesebb zöld politikának az eredménye, tehát amikor szénerőműveket, de különösen atomerőműveket is bezárunk, és persze kereslet lesz, akkor gázból kereslet lesz, ami alapján megemelkedik az ára, és így tovább. Tehát nem akar, és a gáz az alapja nitrogén műtrágyának, tehát következményekkel jár, tehát sokszor, amikor kimondunk egy csábítónak ható környezetvédelmi szlogent, akkor meg kell nézni a hatásait, igen, meg kell nézni, hogy az valóban a környezetvédelme, a klíma semlegességet, a UHG gázok kibocsátásának a csökkenését eredményezi-e, vagy más oldalról épp még rosszabbat teszünk. Na, ebbe van felelőssége. Van. A sok szavazatot hoz, tehát sok szavazatot hoz, nem kétséges a zöldítési program. Ugye a kapreformban is benne van, minden eddiginél nagyobb feladatot ró majd ez az agrárgazdaságokra. Ugyanakkor egy érdekességről beszéltünk, hadd árulkodjam, hogy a német mezőgazdasági miniszter, aki elkötelezett híve a zöldítésnek. Nyilvánvaló ez így van Hollandiában, Belgiumban, Németországban különösen, tehát ezekben az országokban ez elengedhetetlen, holott azért nagyon is jól tudjuk, hogy messze vannak adott esetben még tőlünk is, ebből a szempontból is.
aki ráadásul vegán. Most én nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy lesz ott a sertés és a nagyon kedvelt jó, illetve szarvasmarha export, illetve a német gazdákról azért tudjuk, hogy precízek, jól gazdálkodnak, és ráadásul a szarvasmarhájuk is kellően híres, ha úgy tetszik. Ugye ezt nem lehet pótolni, mondom én. Igen, hát ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy szociológusként, igazából nyilván zöldként, zöld politikusként, vegánként, mezőgazdasági miniszter lesz valaki. Hát nem tudom majd, hogy a magyar gazdaságpolitika is bizony fel kell kötni a fehér neműt, amikor mondjuk a magyar hagyományos disznótornak a értékeit próbáljuk majd elmagyarázni neki egy vegánnak, hogy ez mégsem állatkínzás, mégis ennek megvan a kulturális hagyománya, megvan a társadalmi összetartó ereje, de a családnak a összetartó ereje, ebben munka van, ebben nyomon követhető termék van, ebben egészséges termék van, hiszen végig a gazda nevelte legtöbbször ezt a jószágot, vagy legalábbis a falun belül, ha neveltette, akkor meg tudta, hogy mit fogyaszt. Tehát ennek van más vetülete is, és bizony, amikor arról beszélünk, hogy pont a húsárak, pont a mezőgazdaságban az állattenyésztésnek az árai nem tudott átmenni az átvételi árakba, átvételi árakon keresztül nyilvánvaló a fogyasztói árakba, akkor elég nehéz időszak elé nézünk, és meg kell találni azt a fajta megközelítést, amivel eredményt tudunk elérni, mert azért legyünk tárgyalagosak, sajnálatos módon, akár tetszik nekünk, akár nem, azért valahol a táncrendet Brüsszelbe szabják, és mi az Európa Unió tagjaként a többségi álláspontot környezetvédelmi és zöld megállapodásba is el kell, hogy fogadjuk. De hát ugye nem akarok most a szélsőségekbe menni, de azt írják, hogy Green Deal, tehát egy zöld megállapodás. Hát én megkérdezem a magyar gazdákat, hogy kivel állapodtak meg? Mert hogy engem senki nem keresett, de a kamarát se, hogy mi mit gondolunk a zöld megállapodás. Ki hozták, hogy egy társadalmi igény, hogy zöld megállapodás. Na de megállapodás két félből, meg szerződés általában két félből áll, vagy több résztvevőből megállapodnak valamibe. Hát ez a megállapodás nagyjából az volt, hogy kihozták. Eldöntötték, kijelentették, meg ez szükséges. Na most, hát ez is egy kicsit ilyen érdekes megközelítése a dolgoknak, hogy aki nincs benne a mezőgazdaságba, nincs benne ebbe a társadalmi folyamatokba, azt mondja, hát van egy megállapodás, hát ahhoz tartani kell magunkat. Igen, tartanunk kell magunkat, meg megfelelő módon be is kell tartanunk, de hogy ezt nem állapodtunk meg, az egészen biztos. Legfeljebb ezt a táncrendet valakik valamilyen módon kitalálták Brüsszelbe, és sikerült is nekik a bizottságokon, és hát az összes helyen végigvinni. Így van, hát ezzel meg kell birkoznunk a következő esztendőkben, viszont egy kicsit térjünk vissza az idei évre. Én azt gondolom, hogy a koronavírus járvány ellenére az agrárgazdaság volt az, amely nem szenvedett hiányt eredményekben sem, mert hogy erről már beszéltünk részletesen, de nyilvánvaló, és ez előrevetíti azt is, hogyha az időjárás nem lesz annyira szélsőséges, mint ahogy néhány jós erről beszél, akkor mindenképpen talpontja a magyar gazdaságnak is. Milyen esztendőt zártunk, és mi vár ránk jövőre? Hát a Covid és a Covid helyzet kapcsán egy nagyon fontos dolgot kell lerögzítenünk. Hát mivel még benne vagyunk, de mégis csak utólag, és már utána vagyunk, mert hiszen vakcina van, és a vakcinákkal le fogjuk győzni a Covid-féle jelenséget, még hogyha itt fog gyűrűzni is körülöttünk még bizonyos ideig. A legfontosabb, hogy nem lehet csak szavakba elfogadni és hirdetni a nemzeti
jogokat az önellátásra és a mezőgazdasági termékek vonatkozásába, az, hogy az élelmiszer stratégiai kérdés bebizonyosodott, pillanatokon belül nem különféle természeti katasztrófák alapján, hát bizonyos jelentett természeti katasztrófa, a vírus is, tehát természeti jelenség, de nem a hagyományos értelemben időjárás és egyéb, nem háború és egyéb gazdasági vagy válságok tekintetében, de a nemzeti szuverenitásnak, akár az állattenyésztésbe, akár a növénytermesztésbe, a stratégiai okoknál fogva nincs alternatívája. Tehát innentől kezdve a mezőgazdasági termelés, a mezőgazdasági termelő megőrzése az stratégiai kérdés. És emiatt a gazdára, a gazdaemberre, a gazdálkodóra, magára, a mezőgazdaságra eszerint kell minden tekintetben a gazdaságpolitikusoknak a következőbe figyelni. Természetesen betartva a összeli intenciókat a tekintetben, hogy még zöldebbek legyünk, lehetőleg a természeti fenntarthatóság jegyébe történjen továbbra is a Magyarországon a mezőgazdaság, de az, hogy meg kell őriznünk azt, hogy magyar termelés legyen, és igenis bármilyen válság legyen az gazdasági, legyen az természeti, a polcokon magyar élelmiszer lehessen. És ebben nincs kompromisszum se multi gondolkodással, se Európai Unió, se bármilyen közgazdasági elképzeléssel, nevezhetném okoskodással is. Ez a magyar nemzeti szuverenitásnak és a magyar embereknek az elsődleges érdeke, és ezt azt látom, hogy a magyar kormányzat meg is kívánja valósítani, hogy más esetben sem, hogyha próbára teszik bármilyen körülmény, kedvezőtlen körülmény a magyar gazdaságot, akkor ez a szuverenitás és ez a stratégiai kérdés továbbra is elsődleges legyen. Tehát ez a legfontosabb, hogy más országokban is van ilyen jellegű törekvés. Tehát a gazdaember és a gazdának a jövője ilyetén módon abszolút biztosított. Biztosított persze nagy-nagy hullámmozgásokkal együtt, hiszen a termékpályát is, ha figyelembe vesszük, még nem alakultak ki azok a szabályzó rendszerek, hogy a termékpálya résztvevője időnként és sokszor ne a gazda zsebébe turkáljanak. És hát időnként nem csak az újuk hegyével, hanem hát sokkal mélyebben, nem akarok itt példákat mondani. Tehát ebbe a gazda összefogásnak is rendkívül nagy szerepe van. Fejér megye ebbe élen jár, hiszen ezek a gazda közösségek, amiket főszerkesztő úr is említett, és bizony léteznek, vannak, és meghívásokat kapunk rájuk, ezek nagyon szépen fognak kis műhelyekké alakulni. Mert hiszen ott egy-egy műsor, egy-egy téma megbeszélése után fehér asztal mellett is, de igen, a gazdaságról beszélnek. Ez azért hasonlatos nagyba a két világháború közötti más értelemben hangyaszövetkezetekkel, ahol a gazdák együtt voltak, és voltak nekik helyeik. Szépen a szerves fejlődés nem megkerülve alakulnak. Alakulnak ezek a gazdatársaságok, és bizony ezek előbb-utóbb gazdasági szövetkezésekké is fognak válni. És nem mesterségesen, nem egymás hát megrövidítésére, hogy nagyon finoman fogalmazzak, mert voltak ilyen szövetkezések, hogy voltak annak bizonyos résztvevőik, akik magukének tulajdonították az egészet, és később úgymond kisajátították, hanem valóban egymás hasznára. De ha megnézünk Fejér megyébe jó pár fiatal gazdát, vagy fiatal gazda által vezetett gazdaságot is, nem csak a déli, délnyugati részeken, másutt is, bizony nagyon-nagyon kezdenek odafigyelni a nagyobb gazdák a kisebb gazdákra,
abba, hogy életbe maradjon, abba, hogy az ő gépei is hasznosítva legyenek olyan külső táblákon, ami neki esetleg messzebb van. Tehát igenis alakul, és nagyon szépen kezd alakulni az a gazdaszövetkezés, ami utána eredményesen fogja tudni a képviseletek tekintetében is érvényesíteni a gazdalétnek a szükséges elemeit, hogy a gazda ne csak termeljen, hanem nyerességet is tudjon biztosítani a saját maga, a családja és a környezete számára, hiszen a gazda adakozó. Azt hiszem, hogy ezt meg kell, hogy köszönjem, ezt az eszmefuttatást, hiszen példaértékű, és úgy gondolom, hogy bárcsak már ott tartanánk, hogy ez meg is valósul, hiszen ez egy hosszú út, amelyhez kell elkötelezettség, mindenképpen szakmai tudás és sok minden. Törekszünk rá. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és engedj meg, hogy az egész esztendei segítségét itt az Agrárinfóban nyújtott segítségét megköszönjem, és munkatársaival együtt áldott békés karácsonyt kívánjak. Áldott békés karácsonyt kívánok minden tévénézőnek és minden gazdának. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott békés karácsonyt kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra.